Kedves vendégek, szeretettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön. Egy olyan vendéget hívtunk meg Önöknek, aki a protokoll neves szakértője, több könyv szerzője. 7 miniszterelnök protokoll főnöke volt, és manapság is az országban számos helyen tart előadásokat. Munkája kapcsán találkozhatok Károly Herceggel, Michael Jacksonnal, Boris Jelcinnel és Teréz anyával is. És egy cikkben olvastam, hogy a delegáció hölgytagjai számára mindig volt nála pótharisnya. Hát ez így van. Mivel a protokollban az ördög a részletekben rejlik, ma egy kicsit a mindennapok tudnivalóiban segít nekünk eligazodni. Biztos vagyok benne, hogy érdekes és tartalmas előadás következik. Annyi technikai információt még hadd mondjak, hogy a Tesco-ban található Lira Móra könyvesbolt elhozott egy pár könyvet, aminek a megvásárlására az előadás után lesz lehetőség, és természetesen dedikálásra is. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel Görög Ibolyát. Nagyon szépen köszönöm. Hát megmondom őszintén, ilyen helyesen régen mutattak be engem, úgyhogy mindig olyan nagy szavakat mondanak, de ez a harisnyás, ez nagyon jó, hogy kitalálta a Zsuzsa. Valóban voltam protokollfőnök 87-től 99 márciusáig, a 12 év alatt a 7 miniszterelnök, hát nagy volt a fluktuáció, mondanám, és 99 ősze óta foglalkozom felnőtt képzéssel, és ezek az emlékek, hogy Michael Jackson, meg Putin, meg ezek, vagy Putin nem, de mondjuk Jelcin, azóta már egy generáció felnőtt. Tehát akkor újságíró mondja nekem, hogy mesélne pár protokoll, minek? Hát mikor volt már az? Úgyhogy csak mondom, hogy életem nagyon fontos része volt, nagyon sok mindent tanultam ott, emberekkel való bánásmódot különösképpen, de amiben most élek, ez még jobb, mert én imádok így elmondani dolgokat, úgyhogy remélem, hogy szép esténk lesz, másfél óra hosszába tartom. Azzal, hogy nem tanítok, hanem átadnék egy-két koromnál fogva összegyűjtött tapasztalatokat, egyébként öregnek lenni jó, megmondom őszintén, mert nagyon sok mindent tud az ember. A testem az nem tud utolérni engem, a agyam az megy, mint a mezes, a testem megprób utánam valahogy, de én egyáltalán nem érzem ennek a terhét. Tehát amiről beszélek, az a hétköznapi eseményeink, a hétköznapi protokollok. Még egy, hogy a honlapomon van fönn e-mail cím és telefonszám, és mostantól engem bárki megkereshet. Én imádom, mikor nekem írnak, mert az olyan jó, hogy kellek, hogy szükség van rám. Tehát engem nekem azzal örömöt okoznak, és isteni kérdéseket kapok. A klasszikus, már jó régen volt, de mindig elmondom, egy férfi kérdezte meg, hogy kedves Ibolya, ha a kezem egy zsebre dugom, előrefele álljon az akó, vagy hátrafele? Hát mondtam, ne dugja a zsebre a kezét, tehát borzasztó egyszerű. Meg ezt nagyon fogják értékelni. Egyszer egy nő azt kérdezte meg, hogy hány éves korban kell a gyereket elkezdeni nevelni. Hát mondtam, már késő. Tehát az valahogy születésétől fogva egy felelős szülő az életre neveli, és nem csak eltartja azt a gyereket. Na de hát erről most nem olyan nagyon sokat beszélünk, bár lehet, hogy még kibukik belőlem egy-két ilyen tanács. Na, lényeg az, hogy a mindennapi életünk. Azért kell erről beszélni, mert együtt élünk a Földön, nem én. Ez most ilyen divat, hogy az én idő, meg én, meg nekem, pedig hát együtt vagyunk, a másiknak is jó kell, hogy legyen. Tehát akkor, már bocsánat, akkor élünk együtt, hogyha hogy szeretünk együtt lenni. Tehát amikor a szomszédasszonnyal egy pár szót beszélünk, jó, ne üljön be hozzám, de legalább beszélünk egy pár szót. Tehát együtt élünk, ugye a piacon és a zöldséges marikában, tehát együtt élésünknek meg nagyon kell tudni, hogy vannak olyan szabályai, ami nagyon mélyen, több száz éve rakódik ide be, a májtól balra. Az is tudja ezeket a viselkedéskódó szabályokat, aki nem tanulta, aki nem tudja. Akkor a kocsmában a két férrészek fölkönyököl szociálisan alul kultúrát, és a másik leköpi a tökmagot, azt mondja, figyeld már, ez milyen bunkó. Az, hogy ki a bunkó, az is tudja, aki egyébként. Vagy lányok, állunk a buszon a szatyrokkal. Nem tudom, női metamorfózis, mindig szatyrokkal megyünk haza. Hova lesz? Nem tudom. Állok a buszon, a gyerek ott ül, néz kifelé, lehajtja a fejét és elvörösödik, de nem adja át a helyét. De mivel elvörösödött, van remény az Európa Unióra. És amikor ilyen korombeli öregasszonyok jönnek oda dünnyögni, hogy mert nem adja át a helyét, hát mondom, menj oda, hogy ne haragudjon, fiatalember, annyira fáj a lábam, átadna a helyét, és akkor átadja. Tehát oda-vissza szól a játék. Tehát nem kell elvárni, hanem úgy kell csinálni, hogy annak legyen eredménye. Tehát az európaiság az, amit mindenki tud. Egy átka van ez az amerikaiságnak, hogy az úgy most minden az amerikai, az nagyon jó. Amerika azt tuti, már Hongkongban is zsebbe dugott kéz, rágógumi,
ugye előgum és baseball sapka. Hát nem tudom, meg, lányok, megáll velünk egy férfi, zsebedugott kézzel. Nem megindul bennünk, hogyha velem beszélsz, vegy ki a zsebedből a kezed. A rágógumi, megjelenik a két kultúra közti különbség, mert Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, ugye kétsével merékesége, de az európaiság azt mondja, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal ne beszélj, gyerekem. A Corvinuson volt a kurzus, én 12 éven keresztül jártam oda, és nekem egy gyerek rágózott a 100-ból, mondom, fogadjunk, az első órán nem volt. Nálam már nem mertek. Mert akihez beszélnek, annak se illik enni. Vagy például, amikor elnökségbe kiülnek, és ki van téve pogácsa. Hát ez milyen, nem? Elnökségben, hát akkor megbeszélnénk a vállalat ezévi termesét, várjon már ütte, meg azt mondja, hogy pogácsa. Szóval, aki beszél, és akihez, annak se illik enni. A viselkedéskultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel délbe este mindig van. Hát gróféknál még éjszaka is. Ezt minden népcsoport, minden kultúra magának alakítja ki, hogy azon belül, hogy kell kommunikálni. Sokszor egy-egy faluba is másképp kell köszönni. Európaiság mit mond, hogy a befogadó kultúrát tisztelem, ahol megyek, ott alkalmazkodom. Azért, hogy sikeres legyek abban a közösségben. A befogadó kultúra intelligenciája, meg tudom, hogy az érkezőnek vallási alapon levő szokásai vannak, az befogadóként is tisztelem. Hát erre hagyd meséljek el egy egész hátborzongató példát. Most januárban elkezdtem járni, úszni hetente kétszer, már adjunk a testnek. A Hélia szálló van a földszinten, egy ilyen zárt, nagyon szép medence, kis medence, nem szóval nagy úszoda. És ott úszkálunk, aztán átültünk azzal a hölgyel, akivel hát persze leálltunk beszélgetni, és megjelent egy pár, egy nagyon jóvágású, magas fiatalember úszónadrágba, és mögötte a felesége ilyen teljes csadorba, ez a feketébe, hosszújú, hosszan leérő ruha, alatta pamut, hosszú nadrág, és bementem a medencébe. És bennem itt a vesémbe, mondom, görög, tolerancia. Hát vallási szokás, hogy neki így kell menni úszni. Az agyam meg, hogy de hát egy úszodába. Mert egy tengerparton, muszlimországban persze tudja az ember, hogy ilyen van. De nekem nagyon nehéz volt elfogadni, az a hölgy megmondja, hogy legközelebb nagy kabátba jön. Na minden. Tehát a kultúrák találkozása, tehát el kell tudni fogadni, hogy igenis a vallási alapot azt neki itt is tartani kell. Az etikett, az ilyen nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális, magyarul az etikett azt jelenti, hogy ez a nagyon-nagyon aprólékos. Tehát esküvői ceremóniának etikettje van, a lakodalomnak meg viselkedés kultúrája. Hát egy darabig. A protokoll, meg számomra az izgalmas a protokoll, mert a protokoll az egész világon egyforma. Bárki bármilyen kultúrába jön, egy szinten már egyformán kell viselkednie, mert ha valamit nem úgy csinál, vagy nem csinálja, annak is jelentése van. Ha két ország nagykövete például nem fog egymásra között, akkor a két ország háborús állapotban van, de jelzések is mennek. Ezért szoktam, amikor este tévéhíradó megy, és én meg tekerem a szobabicikli, néha gyorsul a szobabicikli, hogy legalább ezt kéne, a protokollt kéne legalább ennyire ismerni. Na, a protokollra különben nem akarok túl sok példát hozni, de azért nem bírom megállni. Az állami jelképek használata, meg a piros-fehér zöld, az erkölcsi védelem illeti meg, az nem érhet le a földre. És nézem a tévében szalagátvágás, minden szalagátvágunk, már nélkül már nem megy semmi. Uszodába, a medence hosszába a szalag, és ott állnak 72-en, hogy várjam meg egy darabot, már levágok ma én is. Mit csinál vele utána? A szalag vége meg leesik. Szalagátvásnál első teendőm, hogy a két végére a két hosszú szőkelábút rászervezem, aki elkapja azt a szalag véget, az nem eshet le a földre. Meg a zászlók, hát ezer helyen van rosszul kitéve a zászló, ami protokollból megint csak jelentéssel bír. Azt tudja mindenki, hogy a jobb oldalam a fő, jobbomra veszem, jobbom a főhelyem, tehát a magyar zászló jobbrára ketten, és nem úgy, ahogy látom, hanem én vagyok a magyar zászló, és nekem a jobbomon jön ki a másik. Ugyanis ellentétesen azt jelenti, hogy Brüsszel be van egy magyar, tehát magyar, és mellettem a össze. Dombóvárjaknak hoztam ezt a kis példát, ez itten van Dombóváron, hogy az EU-nak a jobbján van a madat, ezt meg kell cserélni, mert a magyarnak a jobbján van az EU, és nem pedig fordítva. Csak mondom, hogy ez így nem volt jó. Hát meg állami jelképek, ezt azért nem tudom kihagyni, hogy itt, ha ezt megnézik, ez konkrétan egy mexikói zászló. Hogy aki ezt felhúzta, nem nézte meg, hogy mit húztam föl, gyerekek? Ha zöld, fehér, piros. Na minden.
hát akkor erre meg nem mondok semmit. Ez így szép, ahogy van, maradjunk ennyibe. De menjünk a mi témánkra, a viselkedés kultúra, indul a pozitív az kifejezéssel. Miért kell ez? Mert én bárkivel bármikor kommunikációba kezdek, azért kezdek el vele beszélni, hogy meggyőzzem, rábeszéljem, és ki az, aki engem meg tud győzni, akit előtte érzelmileg elfogadok. Nem kell ilyen big love, csak szimpatikus vagy nem. Bemegyünk egy boltba, lányok, ott áll két hentes. Egyik ilyen keskeny csípeny, szügyik ki gombolt. A másik egy kövér pirosorú bácsi, hát valljuk be, női gyengeség, még én is. Hát a keskeny csípőnél kezdem, hogy hozzám friss ma a karaj? Friss. Azt mondja a pirosorú bácsi, hogy drága, csókolom, nézze már meg ezt a karajt, reggel ez még röfögött, csókolom. Melyiktől vesszük meg, nem? Tehát, és ezzel az a baj, hogy ez nem divat. Az a divat most olyan érdekes arca van, ilyen megcsinált szajal, ilyen... Hát nem tudom, hogy az ilyen... Jaj, de fáj a fejem. Mit csinálunk? Adunk egy gyógyszer tovább. Mit? Jaj, de fáradt vagyok. Hát menjél haza. Szóval az emberiség egyik fele nem az, hogy dajkálja a másikat, így nem lehet megnyerni azért. Az senkit nem érdekel, hogy nekem fáj a fejem, és akkor mi van? Tehát ez a legrosszabb kommunikáció. Na most, és ezt az arcot, ezt nem lehet megvenni a boltba, ezt otthon reggel kell elérni, és nem minden nap ébredünk úgy föl, hogy szerda van. Ez nem önt egy ilyen földön túli örömmel be bennünket, de kedveseim, akkor is szerda van. Tehát így van szerda, vagy így, ez csak én tőlem függ. És nem szabad, hogy ilyen napon van, ne legyen, mert elveszik. Én már úgy érzem, kiketyeg az egész. Minden napot meg kell nyerni. Ami mondjuk nem mindig egyszerű, reggel 6-kor benézek a tükörbe. Hát, kihívás, maradjunk ennyibe. Ma úgy hagyom magam, már otthonról minek gyövök el. Ezzel otthon kell csinálni valamit. A lányokkal kezdem, mondok egy-két csodaszert. Hát nyilván zuhanyozás, ez a dolog, higiénáról hagyd ne beszéljek, mondjuk büdös ember az EU-ban nem kap vízumot. Utána nekünk lányok van egy remek csodaszerünk, ezt úgy hívják, hogy krémpúder. Aki nem szeret sminkelni, ne sminkeljen, de amikor karikás összetőbe ilyen az egész, ez nagyon vékonyan az ember fölkeni, kisimul az arc. Szemöldök. Az a fiúknak is kell. Emlékeznek erre a Brezsnyevesre? Hogy miért kell a szemöldök? Mert mihelyt én a pozíciómnál fogva lépek föl, tehát akár bolti eladó, akár tanár, amikor a munkám szerint lépek föl, abban a percben nem a férfi a győztes, és nem a nő, hanem a tanult ember. Annak hiszem el, hogy tudja, hogy én tőlem mit kezdek, az meg hol jön ki a homlokon. Hát nekem gyengém a kopaszodó férfiak, őszintén megmondom, az ész helye, nem? Mikor egyik-másik képviselőnk úgy befésült, és akkor ilyen keressük Petőfit. Vagy amikor karikatúrán látunk szőkenőt, a szőkenő az nem hajszín, hanem állapot. Ide bezuhan a haja, hajam van agyam is. Tehát minél inkább a homlokra vinni a figyelmet. Minél fáradtabbak vagyunk, annál világosabbakat. Egy fehér blúza, csak úgy sugárzik kifele az ember. Na férfiak, mert az ők se úgy ébrednek, mint a friss hamvas őszivacs. Egész éjszaka interneteztek, vagy csapatépítés volt, ugye ki tudja. Egy friss fejmosás, egy másfajta aftershave, és uraim, a tanult ember szerepben egy férfinek minden nap meg kell borotválkozni. Ha arcőrzet, akkor lássam, hogy mellette az ápolja. Mert van az a általam műborostának hívott, mert csak úgy nő. Ez a műborosta egy nonverbális jel, ez a latin szerető. Ilyen banderászék, hogy olyan éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen műborostát meglátok, keresem ugye az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Hát meg eleink már 30 éve látjuk őket. És a férfiak, ahogy öregszenek, ez Kállai Ferenc színművészünk mondta, hogy a férfiak, ahogy öregszenek, fejre híznak, olyan kammacska fejük lesz, és hogy bekammacskásodik, hogy ne látszódjon, ráengedi, hát ha majd a borostátú nem látszik. Ez meg az avászalon a jelleggel itt jön szanaszét kifele. Persze, hogy lehet, annyira divat most, persze, hogy lehet, de lássam, hogy az meg az ápolt, hogy az nem megy le a melyikosáig, hogy az meg van dolgozva, az ápoltságot lássam rajta. Egyenes derék, borzasztóan fontos, mert a gerinc így pihen, mihelyt hajlik, feszül. Egyenes derék, és az más, egyenes derék, akkor utána az emberbe úgy belezuhan az önbizalom. Valahogy úgy más az életszemlélet. Szerda van, így meg szerda van. És még egy, ezt különösen lányoknak mondom, bár ki tudja, milyen világot élünk, jön az a férfi, hogy asszonyom, a szeme színe. Köszönöm,
De a haja színe. Köszönöm. És valaki nekem egy harmadszor is, vagy az IQ-ja van 95 alatt, vagy már fáradt. Ha neki vagy az a harmadik, hogy megkérhetem? Ezt talán most hagyjuk, jó? Köszönöm. Egyenes egyik megemelt áll, az a másik arcunk, és halkam. És akkor abba hagyja, csak mondom. Na, első burok, ez a fél méteres intim zóna, ebben nem szeretjük, ha valaki beleül. Amikor közelebb áll valaki, akkor hátrálunk. Ő meg jön utána, ugyanis vagy szemhibás és nem érzi, vagy olyan kultúrkörből jön erősen katolizáló, vagy iszlám, ahol lesz szokás. Tehát ne hátráljunk, hanem rosszabb esetben egy ilyen félfordulat, de mi a szuper, ha van nálunk egy tárgy. Hol van ennek a filmetőnek szerepe? Ha nekem, nem tudom, kidolgozik ilyen helyen tárgyalóasztalot, szék középtől szék középig meg kellene 70 centinek, mert ha nincs, akkor kockacukor a dobozba. Étkezésnél meg a 80 centik, majd a kezünk is jár. A másik, amikor találkozunk. Most találkozunk, ez a két burok belapad olyan durván 70 centire. És mindenkiben fölöm, hogy akkor kinek van joga elsőnek kezet nyújtani, de nem ez az első. Az első az a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Tehát rá kell nézni, bólintani. Tehát a maszkban lehet kommunikálni, napszemüvegben meg nem, mert rá kell nézni. És akkor már, hogy van? Jaj, de rég láttam, és akkor már nem kell itten semmi. Egyik, bólintás, köszönés, szemkontaktus. Halálosan zavar, amikor valaki úgy beszél, hogy nem néz rám, akkor mondjuk oda, hogy én mondjuk keresem a szemkontaktust. A másik, a következő, még nem a kézfogás, hanem a köszönés. Na most a köszönéssel az a nagy bajom, hogy megy ki a divatból. Ütre-püf az emberek nem köszönnek, pedig az a technikai, hogy a verbális kapcsolatnál az első, hogy köszönni kell. Találkozunk, köszönni kell. Aki belép, köszön. Én belépek egy áruházba, köszönök. Belépek egy liftbe, köszönök. És nem az, hogy van, aki fogadja, hanem azért, mert én köszöntem, a többi az ő dolgot. Aki belép, köszön. Na most a köszönésnél elfben a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de ne csinálunk rendszert, embereket meg kell tanítani köszönni. Hát ugye bent 12 év alatt, ugye 6-szor jött az új kabinetmunkatársak, és mentek a parlament folyosóin, mint a vakegér. Hát én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega jön, én mondom, hogy jó napot kívánok, még vissza nem köszönt. Legközelebb már 10 méterre köszönt, vagy ha nem fogadja, mert nem fogadja. Már 5-ször köszöntem, nem fogadta. Én többet nem. 10-szer, 15-ször, 20-szor köszönök. Egyébként találkozunk a büfébe, vagy valahol, mondom, hogy ne arra, hogy ismerkedjünk már meg. Próbáltam önnek köszöngetni, ha megengedni engem, Görög Ibolyának hívnak. Embereket rá kell nevelni. Na, egyszer voltam ápolási vezetőknél, tiszta jányok voltak, hát ápolási igazgatók, és mondják, hogy mikor itt tartok, hogy a főorvos a kórházban nem fogadja a köszönésüket. És mitádig rá pár hónapra meghívtak engem egy minisztériumi kórházi hálózat főorvosi konferenciájára. Na, mondom, majd most. És eltaláltam mondani, hogy Kodály Zoltán is megmondta, üres kalásznak áll föl a feje, a telekalász lehajlik. A főorvos nem arra ismerse meg, hogy nem fogadja, hanem hogy előre köszön. Nagyon nagy csönd volt a teremben. Tehát köszönni kell. Viszont ha megyek a folyosón, ajtó nyitva van. Az ajtó nekem nincs nyitva, mert nem engem várt. Még benn ültem, benn dolgoztam, ott ültem, kolléganéni megáll, azt mondja, szia, itt vagy? Amíg ő nekem nem köszön ki, nincs nyitva az ajtó. Ilyen egyszerű. Ezen pár szomszédasszony szokott dühöngeni, de én akkor se köszönök be. Vagy ő kiszól, akkor igen. Na, a köszönésnél Magyarországon általában egy munkahelyen egyszer köszönünk, utána csak odaintünk, látlak minden. Például a német kultúra, a német cégnél ott minden alkalommal 20-szor egy nap köszönni kell. Hát nálunk csak oda bólintok, vagy megint találkoztunk, tehát valamit jelzek az arcommal, hogy látom, hogy itt vagy. A köszönési módok az a jó napot kívánok, az a normális. A jó napot az kevés. Jó napot, vegye le a kalapot, tolja le a gatyáját. Ha nekem köszön valaki, hogy jó napot, ezzel a dallammal válaszolok, hogy jó napot kívánok, hogy azt hozzá kell mondani. Aztán a kezét csókolommal köszöni. És ez a monarchiában alakult ki, a tiszteletnek a nyelve, ez a tetszikelés. Ugye férfi a nőt tetszikel, te csókolommal köszön, gyerek a felnőttet tetszikelni kéne, na maradjunk annyiba, hogy csak úgy jó lenne, na mindegy. És a csókolommal való köszönés az tulajdonképpen a tiszteletre méltó személynek szólt. Tehát urak,
tiszteletre méltó nő, anyós, vagy műfaj. Tehát a tanult ember, aki nőből van, jó napot kívánok, hölgy, az maga kezét csókolom. Azzal látszik, hogy melyiket kell neki mondani. Nekünk meg el kell tudni fogadni mind a kettőt. És akkor, amire ki akartam térni, mostanában elharapozott, vadidegenként belép, soha életem nem láttam, azt mondja, hello. Ez meg nem egy szó, mondhatna azt, hogy Zeller. Ne? A hello az már kialakult, szia, szevasz, ott belefér, de vadidegenként a hello, az a tegezést ugye hozza magával. A hello-ra a válasz, jó napot kívánok. Nem érti meg, elkezd tegezni, vagy a hello-val tegezni kell. Mi van a tegezésem? A tegezésnek az az átka, hogy a fölajánlott elkezdett tegezést visszautasítani sértés. Miért nincs csendőrpertú? Ő engem letegez, én meg visszamagázom, mi fog történni? Hogy ez a vén izé mit magáz, én meg hogy merez engem tegezni? És kettő vasbeton zuhal ez a tegezésre, tegezés a válasz. Tehát ezzel a vadidegen hellóssal én nem akarnék. Tehát elkezd tegezni, hol is találkoztunk? Ugye a múltkor már tegeződtünk, apukám házában lakott. Meta. Beszéd, nem érti meg, még tovább tegez. Hát akkor szervusz, fáradjon be. Bocsánat, fáradj be, foglaljon. Foglalj helyet. Tehát eltévesztem, és nagyon látványosan minden egyes igét kijavítom. Ezt már észreveszi, ha nem, akkor le voltunk tegezve. Utolsó, utáni lehetőség, van egy olyan szabály, hogy akit egyszer tegeztem, még élek tegezni kell, nincs visszamagázódás. Egyszer egy hölgy hívott föl, hogy ők együtt járnak kártyázni 30 éve, és az egyik férfi nagyon elszemtelenedett, és ő már vissza akarna, nem tudom, mit csinálta a bácsi különben, vissza akarna vele magázódni. Hát nem lehet, az volt eddig, hogy szia Jóska, az másnaptól, hogy szerbusz József. Hát azért ez elég húzós. Tehát nincs, találkozok ezzel a hellóssal másnap, és én magázom, neki rá kell jön a tegezést előző nap, én nem akartam volna. Tehát az, hogy már tegeződtünk, ezt nem mondjuk ki senkinek, mert ő azért tévesztette el, mert nem volt számára normális. Most a tegezés magázással most nyelvészekkel óriási nagy ilyen üzenőharcokat vívunk, mert lazul a nyelv, ez a lazaság, most minden laza, én nem tudom, laza, mint a rigalánc. Miért jó ez, hogy lazák legyünk? Nekem egy banktisztviselő például ne legyen laza. Egy tanárnő nekem ne legyen laza. Orvos laza. Hát megbítjük, ha akarjuk. Szóval ilyen nincs. Ez a lazaság, ez most nagyon olyan korszellem lett, de szerintem nagyon nem viseljük el. Na ez azt mondja ez a nyelvész, hogy a tegezés válik általánossá, de higgyék el nekem, hogy mindenkiben, meg aki tegeződik, az is tudja itt mélyen, hogy nem lehet. Azzal lehet tegeződni, akivel társadalmilag azonos szerepet töltök be, együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. A taxis tegezi a másik autós, tegezi a benzinkutast, de étteremben a pincér letegezi, az, hát ez mit tegez ez engem? Tehát mindenki érzi ezt. Na erre még aranyos példa. Az első Orbán kormányt is szolgáltam 9 hónapig, és akkor tudományos főmunkatárs, öltöny, nyakkendő fiúk jöttek le hozzám mindig tanácsokat kérni, és mondják, hogy beszéljek már a parlamenti őrséggel, hogy a kapuban álló katona ne tegezze őket. És nem azt mondtam, hogy elszálltak, azt mondtam, igazuk van. Van ez a két 26 éves srác, egyik szerepe nézi, megvan a parlamenti belépő, a másik meg kormánydöntéseket koordinál. A szerep más. Azért csak, mert mind a kettő fiatal, nem biztos, hogy a tegezés jogos. Én meg a másik, hogy magázban, hogy finomabban lehet mondani. Vagy van ez a multi-level marketing, ez a lent dolgozzá, fönt keressé. Meghívtak, hogy nézzem meg a honlapjukat, hogy mivel foglalkoznak. Kinyitom, és tegezőn van írva. Be is csuktam, az nem nekem szól. Meg ez a bútoráruház. Én egyszer voltam benne, soha többet. Engem egy áruház, ne tegezzel le. Hát nem. Tehát az emberben működik ez a belső, akárkivel nem lehet. Ha csak nő van, idősebb a fiatalnak, ha csak férfi, idősebb a fiatalnak, de ha férfi és nő is van, akkor az csak a nő kezdheti el. Tehát attól, hogy ő vezérigazgató, attól ő engem nem tegezhet le. Legfeljebb, hogy letegez, mert letegez, hogy szerbusz, nálunk tegeződünk. Nagyon megtisztelő. Én is gondoltam, hogy én is majd fölajánlom, akartam még kicsit várni vele, de hát megtisztelő. Nyilván családon belül az másképp, a családon belül nyilván másképp alakulnak generációk, de amikor már benne vagyok az életben, ott igenis tudni kell, hogy nem az számít, hogy milyen rangja van, hanem hogy férfi és nő, az csak a nő kezdheti el. Tehát az a férfi üzenje meg a kolléganő, vagy szólj már neki, hogy kezdje el. Tehát azt nő kezdheti el.
Az ön és maga, mind a kettő olyan bonyolult, inkább tegeződjünk, szokták mondani, ön az a nagyon fölfelé, maga az a szint. Hát vagy lefelé, hogy a hangsúlytól függ, hogy maga vagy maga. Tehát másképp más jelent. De olyan bonyolult, nem is kell használni. A nyelvtan ezt nem teszi kötelező, hogy és akkor majd ön látni fogja. És akkor majd látni fogja. Tehát nem kell beszuszakolni. Ha oda kell valakihez fordulni, legegyszerűbb, ha megszólítjuk. De hogy kell valakit, mert meg szólón mondta, valakit le akarsz győzni, szólítsd meg. Na de hogy? 90-ben a rendszerváltásnál kaptuk meg protokoll, tudjuk már meg, hogy az elvtársnő után mit kell majd most mondani, tekintetes, méltóságos, nagyságos, hát lehet, hogy most megint lesz, meg nem tudjuk. Nyelvészeket kérdeztük meg, a következő volt a válasz. Ha rangja megvan, megkönnyebbültünk, rangú rangasszony. Ebben nem lehet téveszteni. Nekem mondaná valaki, hogy protokoll szakértő kisasszony. Föl nem merül. A rangasszony az asszony az nem azt jelenti, hogy volt-e már fiúval, vagy nem volt fiúval, hanem hogy nőből valósi tölti be a rangot, Nagy Éva előadó asszonynak. Ha nincs rangja, akkor lehet csak a név, mert ha rangja van, a név már kevesebb. Erre egy jó példa, volt ez a Kárász Robert nevű kellemesen műveletlen műsorvezető, bennült nála a Varga Mihály pénzügyminiszter. És azt mondja neki a Robi, hogy azt megmondaná nekem, Varga úr. És a miniszter így kezdett el válaszolni, mert ő tulajdonképpen miniszter úr. Tehát rangja van, akkor nem lehet a név. Ha nincs rangja, akkor családnév és úr, Kovács úr. És akadémia azt mondta, hogy keresztnév és asszony, de az nem jó. Mikor nekem mondja valaki az Ibolya asszonytól megkérdezni, hogy én néztem, hogy kit tudjam megkérdezni. Mi akkor mondjuk egy nőről, hogy keresztnév és asszony, ha belegondolnak, ha valaki a férje után válik ismerté. Azt halljuk, hogy Anikó asszony. Ja, az Orbánné. Vagy Beja asszony, tessék. Hát akkor lehetnék én Ibolya asszony, ha nekem lenne egy dúsgazdag professzor férjem, szerencsére nincsen. Akkor a professzorné az Ibolya asszony. De a maga rangján Ibolya és magázás. Nincs más megoldás. Nincsen Mrs. Brown meg Frau Schmidt. És ha még neve sincs, akkor lehet csak a semleges uram asszonyom kisasszony. Minden nő lehet asszonyom, de nem minden nő lehet hölgyem. Azon látszik. Ugye a hölgyem az a hermelin szóból származik, a kis tülfátyolós kalapocska, az a hölgyem. A néni a piacon a két kosarával azért van az asszonyom műfaj, nem? Meg ez a hölgyem, ez most úgy elharapózott, most minden férfi, hölgyem, hogy de ha már tudja a nevemet, akkor már ne hölgyemezzem, mert van nevem. Ez a semleges, és maximum egyszer mondja ki, ne 20-szor, mint egy pincér. Meg a rendőrök, hogy a bűnöző hölgy 3-szor tölt be. Na ez milyen szép. Tehát a sorrend fontos. Ha rangja van, akkor nem lehet a név. Ha név van, akkor nem lehet a semleges uram. Azt mondja, tehát be kell tartani a sorozatot. Honnan tudom meg valakinek a nevét, amikor bemutatkozunk? Itt milyen problémák vannak? Alárendelt kezdi, tehát vagy a férfi esetében a férfi kezdi, azonos neműeknél a fiatalabb kezdi. Ha megyek valahova, akkor belépve vendégként én kezdtem, mondja ezen, jó napot kívánok, Szabó Gábor vagyok. Jó napot kívánok, Görög Ibolya. Egyszerre hangzik el a két név, és nem értem, hogy mit mond. Egy darabig lehet ilyen, tudja ön, de lebukunk, és valakit rossz néven szólítani, szörnyű sértés. A nevünk a miénk, mondja Szókratész. Hát én már kaptam e-mailt, kedves Görög Zita, szeretnénk fölkérni potok. Hát nem értem rá. Na, ha te nem értem a nevet, azt mondom, elnézést kérek, én Görög Ibolyát mondtam, és akkor újra megismétli. A másik, amikor kristálytisztán megértem, és ott el is felejtem abba a percbe. Ez még kivel nem fordult elő. És én tudom, hogy csak találkoztunk, arrébb mentünk, nem érdekes. De ha tétje van, mert új kollega, vagy én vagyok új kollega, vagy meg kell őt győznöm, el kell neki valamit adnom, akkor azt mondom, hogy Görög, figyelj arra, hogy mit mond. Figyelj. És akkor kimondja, az ő nevűvel kezdem, Bajzát úr, jó napot kívánok, én Görög Ibolya vagyok. Egerből jöttek Bajzát úrök? Egerben mi újság van, Bajzát úr? Mondogatom kifele, hogy a kicsi agyam megjegyezze. Találkozunk legközelebb, és nem ugrik be, akkor azt mondom, hogy Dombóváron találkoztunk, én Görög Ibolya vagyok, és megint bemutatkozom. Vagy bemutatom, mert aki bemutat, csak a rangot kell, hogy mondja, hogy új kollégánk, tanítványom volt, vagy abban a sörreklámban, hogy a lány, akiről már beszéltem. És akkor ő mondja a nevét, én meg fülelek, hogy milyen nevet mond. És van még egy magyarátok, országhatáron belüli magyarátok, ez a Szabó Gáborné vagyok. Na most akkor Szabóné vagy Gáborné? Mert asszonyom már nem lehet. Ha Szabó Gábornét hallok, első mondatom, hogy hogy szabad szólítanom?
Erzsébet. Köszönöm Erzsébet, én Görög Ibolya vagyok. Tehát elsőnek azt tisztáztam. És ha ő azt mondja, hogy Erzsébet, akkor nem Erzsike, nem Bözsike, nem Bettike, hanem Erzsébet. Egyedül ő mondhatja azt, hogy tudod mi drága, szólíts Bubunak, a becenevet azt már én döntöm el. És csak ezek után következik a kézfogás. Tehát még érzik, szemkontaktus, köszönés, bemutatkozás, és aztán van a kézfogás. Na most a kézfogásnál kinyújt elsőnek, hát kitört a pandémia, ugye megszűnt a kézfogás. Egy hétfői napon jött, hogy most már nincsen kézfogása, és azon a héten volt EU csúcs. De mondom, megnézem, hogy a nagyok hogy csinálják, és akkor még volt Merkel asszony, és Merkel asszony ment körbe, és egyik férfi meg úgy így csinált, és akkor kapcsolt, hogy nem kéne, és akkor kezdték először ezt a lábösszeütögetést, de biztos, hogy ők is megbillenhettek benne, mert leszoktak róla, utána ez a könyöklés jött. Ne, van neve, könyökpuszi ez. De én embert nem láttam, aki ilyenkor ne röhögne föl. Ez a nem, vicce. Egyik barátnőm mesélte, orvoshoz ment, orvos ment felé így, ő meg belekarolt. Nem én. Tehát nem kell ezt erőltetni. Meg van még egy, amit mostanában figyeltem meg, tehát szemkontaktus, rá kell nézni. És amit meg mostanában figyeltem meg, hogy ököl. Na most, ha két férfi jön, és így eltalálja, azt mondom, rendben van. De ha már mellém megy, akkor már nem. Meg ugye mentem egy helyre, na most, ha megyünk valahova, akkor a fogadó félnyújt elsőnek, mindegy, hogy férfi vagy nő, mert én fogadlak téged. És mentem, és a férfi, aki engem fogadott, jött felém így. Hát én meg lányos zavaromban így csináltam, és beleöklözött. Az, hogy egy nő így, hát elképzelni nem bírom, lányok, hát hogy néz ez ki? De nem kell erőltetni, rá kell nézni, bólintani, mondani valami kedveset, és már le van tudva, tehát nem kell erőltetni ezt a kézfogást. De ha már, ja, és a kézfogásnál még, amit tudni kell, hogy a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Ha nekem egy férfi előre nyújt, akkor a kezére nézek meg vissza, és elfogadom, ugye, mert hát el kell fogadni. Tehát egy nő, férfi várja meg, amíg a nő nyújt előre kezet. Egyébként a fiatal meg az idős is számít. Megjegyzem, a zárt munkahelyeken, ha a férfi sokkal magasabb rangú, akkor azért ő nyújthat előre, mert azért a nagyon sokkal magasabb rang azért, hogy ezt befolyásolja. A tegezés nem, de ezt igen. Asztalon keresztül derékszögbe így, doktor, ráfogadom. Na, van egy típus, kihaló félbe, ez a... Föl se néz. Ha ilyenkor vállalom ezt, hogy megalázzon, de azt nem akarom vállalni, a karomat az ő karjával nyújtom párhuzamosan 5 centire, és ez elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat, tehát szemkontaktus. A kézfogásnál egy férfi mindig feláll kézfogáshoz, a nő meg ahhoz képest, hogy milyen minőségemben vagyok ott, ha csak simán nőként, akkor felnyújtom, ha tanult ember, aki nőből van, akkor meg megemelkedem. Értekezlet, meeting van, ül körbe 5 férfi meg egy nő, 6. férfi bejön, és minden férfivel kezet fog, a nőt meg átugarja. És nem azért meneveltem, hanem minden férfi tudja itt a zsigerbe, hogy ő egy nőnek nem nyújthat előre, pláne nem így föntről lefele. Tehát mi van, ha ott vagyunk ilyenkor, lányok? Nem kezdem el, hogy fogadjunk, átugrik. Na most fogadjunk meg, innen fog, hanem azt mondom, hogy jó napot kívánok. Szia Géza, fölnézek. És ha fölnéztem, már megvolt a kapcsolat. Tehát egyébként a férfiaknál ez a porosz bürokráciából átvett szokás, hogy benn van 20 férfi, 21. bejön, még mindegyikkel kezet nem fog, esik át asztalon, fotelen, nem nyugszik meg. És ilyenkor akik éppen beszélgetnek, hogy álljak föl, ne álljak, izéból, minden zavar van, nem, odaintek és kész, nem kell erőltetni ezt a kézfogást. De ha már kézfogás, egy rossz kézfogás egy emberről mindent elmond. Kis hideg, vékony ez a alacsony a vérnyomásom. Hát ez már majd tápész, de megy mindjárt. Csípőmélység elalakítsadik a hajlatig, be kell tenni a kezet, nem csak úgy a végét megfogni, be kell tenni hajlatig, át kell fogni, kicsit meg kell szorítani, és 2-3-szor meg kell rázni. Ha nagyon megszorítja, akkor nem mondom azt, hogy de jó erős keze volt. Az európaiság miért nem negatív, és miért nem vág oda, mert oda vágok, a másik, mivel rosszat hall, a másik becsukódik, és soha többet nem tudom meggyőzni. Ha nagyon szorítja, mert a módszer elmozdítom, vagy lenézek, meg vissza, akkor már ne engedi. És van egy tipikus férfi hiba, hogy ez a mutató ujja, ez nem zárodik be a középső mellé, hanem ide be.
ez a betapper. Egyszer egy szállodában voltam, és este lejött elköszönni a előadásom végén a nagyfőnök, így. Mondom, ehhez én ma öregasszom vagyok. Azt mondja, hogy Amerikában tanult, hogy ez a bizalomjele. Mondtam, hogy nem. Tehát nem megyünk át a csuklón. Csak mondom. És ha már készfogás, ugye a késcsók. A késcsókot még a pandémia se bírta kiírtani. A késcsóknál ugye miről van szó? A tiszteletnek a mozdulata, tehát a nagyon-nagyon több száz éve tiszteletnek a jele, ugye egyházi méltóságok, királyok, minden. A mai napig is a tiszteletnek a mozdulata, tehát akárkinek nem lehet. Csak a tiszteletre méltó nőnek jár ki. A kezünket mi nők mindig készfogásra nyújtjuk. Tehát nem így, hanem így. A férfi úgy dönt, hogy tisztelete jelöl megcsókolja, és mindig a férfi fordítja. És ilyenkor, hogy ugye hagyja, nem kell már. Nem éri meg, lányok, maga az majd kaland, ma lehetettem beszélgetni, én azt mondom, hagyod, hamarabb szabadulsz. Megemeli a nő, maximum a nő mellé, jegyzem meg egy kézzel, nem kell kettővel, mert olyan nagyon nem nehéz, megemeli, fölé hajol, és ajkaival nem érinti meg, csak fölé hajol, gyönyörű a mozdulatsor. Nem tudom, Poirot szokta el valaki nézni, hogy az fölé hajol. Tehát az elegáns. Helyi szokást tisztelni kell, nálunk nem úszunk, lányunk, nálunk cuppangat. Akkor nem akkor kell tűrűgetni, meg kell várni, míg elfordul. Ha meg már ide vinni és föl, ezt ki lehet szúrni messziről, műborost aranykarlánc. Azt a kis-kicsi kiszti hangját csókolom édes oson, akkor résen vagyok, és szerintem a magasságnál a felső karomat befeszítem, hogy akkor legalább hajoljá. Mert ha főrángatja, mert főrángatja, és innen vadul szemez, akkor meg ne nézzünk oda. Tehát még egyszer mondom, nem kell, már csak azért sem, uraim, mert ha egynek, akkor majd ott levő összesnek kell. El se kezdjék, azt szoktam mondani. Ezt meg azért szeretem megmutatni, mert itt még így meg is fogdosolódza. Ilyen húsimus. Szerintem itt volt valami 20 éve. Tehát ha már akkor a fölé hajlás. Mi van a puszilkódzással? Na most a... Nálunk azért terjedt el ennyire, mert a magyar nők nehezen fognak egymással kezet. Egy Frau Schmidt, Frau Müllerrel Kölnben reggelenként egy szobában dolgoznak, mindenki kezet fognak. Hát én meg a kolléganőimmel nem fogok kezet, de én nem is puszilkoztam, mert a puszinál valaki a legintimebb részem az arcomhoz ér hozzá. Ez egy nagyon intim részem, ez ajándék, régen láttam, valamit megköszönök neked, valami extra születésnapja, extra dolgnak lenni, nem szabad elpazarolni. Ez a puszi-puszi. És hogy jön rám a hosszú szőkelábú, hogy puszillak, akkor megfogom a vállát, idehúzom, visszahúzom, tartom és nézem, és de jó, hogy látlak. És akkor elfelejti, hogy nem volt a puszi. Tehát ki lehet védeni. Én nem nagyon vagyok oda, tehát ennek ez extra értéket képvisel ez a puszi dolog. Hát az a felső, gondolom, az szemet szúrt. Azt meg azért hozom el, mert ez nagyon jó példa arra, ugye európaiság, globalizáció, kultúrák találkozása, olyan kultúrában, ahol jellemzően egyvallású a közösség. Magyarországon tudjuk, hogy több egyház van ateista, de ahol jellemzően egyvallású, ennek a vallásnak a szertartása úgy zárul, hogy a szertartás végén a békejeleként megérintik, megölelik, vagy meg is csókolják egymást, ilyen az iszlám. Ilyen a zsidó, ilyen a katolikus, ilyen a pravoszláv, a szerb-ortodox, ott ez népi szokássá válik, és visszamegy a közéletbe. Hát két angol parlamenti képviselő fog puszilkozni a Westminster folyosóján, hát kizárt. A Danton Abbey-be volt egy puszi, és ha csak nem rokon, de egyébként meg nem puszilkoznak. Tehát ez vallási gyökér. Egy olasz meg jön, átfog, megpaskol, tehát kultúra gyökér. Tehát mielőtt elítélném, megítélem, hogy mitől ilyen. Hát a kultúrgyökere milyen. Megjegyzem ehhez a képhez, hogy a pravoszláv vallás, direkt néztem, jó pár éve volt egyszer a Moszkvából a karácsonyi mise, az a szilveszterre esik, és a fő pátriárkával Putyin jobbra-balra, jobbra hármas csokot válok. A pravoszlávok hármas csokot váltanak, jobbra-balra, jobbra. És nem középre. Ez először annak idején Kruscsovnál csúszott el, Brezsnyev meg rákapott. Hát... Putyin meg már nem csokolódik, hát csak nem egy belorusszal, nem tudom, de ő már nem az a puszilkodós fajta, tehát vallási nyöként. És akkor van az ölelkezés. Na most ez az ölelés, ez nálunk ugye inkább nagymama unoka, tehát ebbe a kontextusban volt ismert, nem nagyon ölelgettük egymást. Amerikai filmek hatására, hogy ölelj meg, és akkor megölelj, vagy idegenként utcán, ölelj meg.
mennek a postáshoz, hogy Sanyira, öleljen meg. Ez egy amerikai hatás. Megjegyzem, hogy én rákaptam a pandémia miatt. Ma a pandémia ugye se készfogás, se puszi, de ha átölelem és a fejemet úgy jó messze tartom tőle, mégis megvolt egy barátságos érintés, de mégsem a puszi. Tehát én mondjuk egy kicsikét pártyán vagyok, de nem vagy idegenekkel. Tehát az ölelést ezt meg kell gondolni. Meg Amerikában az ölelésnél ugye az normális, de már a puszinál elpirulnak. Nálunk meg a puszi van inkább benne, és az ölelés az a másodlagos nemi jelleg, minden szóval azért, hát van, amikor jó, hát van, na mindegy. Na, az első azonnal lényeg, tehát a szemkontaktus volt, kézfogásnál a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet, és a fogadó fél nyújt elsőnek kezet. Ami ebből mondjuk nagyon fontos volt. A másfél méter az a döntés távolsága, bármikor bárkit döntésre akarok rábírni, egy asztalnál egymással szembe kell, normál magasságú asztal, a család otthon megbeszéli. Az étkező asztalt üljük körbe, igaz? Mikor a fotelből nem lehet, hogy ami volt nálam, semmi nálam, hogy nem lehet beszélgetni. Asztalnál, és akkor ülök az asztalnál, ha a könyöktől fenn van a kezem. Ha a könyököm kijön, már nem érdekelti. Visszajöttem, érdekez. És mindig mondom a lányoknak, a fiúval szakítani kell, olyan presszóba kell, mert normál magasságú asztal legyen, és az ilyen, maradjunk barátok. Ehhez kell egy asztal, csak mondom. Na most asztal, mentem egyszer egy helyre, házigazda, fogadás, valami igazgató volt, és int, hogy hova üljek le, mindig ő mondja, meg tárgyaló asztal, leültünk, de ez nem asztal volt, csak olyan 70 centis pad. És hogy leültünk, összeért a fejünk meg a térdünk. És ő mit csinált? Na most, aki így ül, azon nem lehet beszélgetni, az ilyen, elzártam már otthon a gázt. Akkor figyel, mikor leteszi a karjait. Ha önökkel bármikor bárki meri ülni, van egy technika, én kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a honnanját, minden lekapja a kezét. A következő, ez a három is mondta, az a szia, majd hívjál föl, nem olyan fontos, vagy ellenséges, megint pulóverszak, de nem akarok vele beszélgetni, az a... Ez. Tipikus példa erre az ülőgarnitúra. Ha bármikor bemegyünk idegen, hivatalos helyiségbe, vendégként ne üljünk le a bejárattal szembe levő helyre, az mindig a főnök helye. Vagy lakáson, meg lehet találni, melyik a házigazda helye. Tévével szembe, távirányító, jobban ki van ülve, körbe van morzsázva. Tehát ez a hova szabad ülnem. Ha engem ide szembe rak, ugye köztünk van dohányzó asztal, ez borzasztóan távolság, innen nem lehet senkit meggyőzni. Ez az ilyen öllök, hogy találkoztunk, el is mentem, 20 perc. Hogy lehet innen szemből mégis győzni? Ezt azért mesélem, mert már sokszor kerülünk ilyen helyzetbe. Ez is velem történt, meg én velem már nagyon sok minden megtörtént. Valamikor olyan 25-30 éve mondták, hogy kössek életbiztosítást. Hát én nem kötök, nekem örökösöm nincs, de nagyon jó a cég, legalább fogad. Hát a parlamentben rendeltem be. Volt, amíg átér a Kossuth téren, majd csak összemegy. Üzletkötő megjelent, innyakendő öltöny, tiszta cipő. Urak, ez a gyengém. Csillogó férfi cipő. Hát én már mindent elhiszek neki. És mert nem akartam kötni, a szembe fotelbe tettem le. És vártam, hogy ő majd jön engem erre rábeszélni. Én meg majd megyek, meg nem akarok kötni. Tanultak az ember, mit csinált? Kedves Ibolya, ez a Kossuth tér, milyen elegáns a parlament, Ibolya maga minden nap ide belépett, ez a márvány, ez az arany, meg ez a protokoll, kedves Ibolya, milyen érdekes munka lehet, én meg szép lassan kezdtem előredőlni, és megkötöttem a biztosítást. Hát én tudtam, hogy manipulál, hát tanult szakmám, de nem lehet állnálni. A nevemet hallom, arról beszél, ami engem érdekel, és akkor már előre is dőlt. Na, ha egyébként otthon szervezünk bármiféle összevetelt, ugye hányan férnek el? Egy ülőgarnitúra annyi személyes, ahány fotel van plusz kettő, mert a kanapénak csak két vége van. Ki szeret a kanapén középen ülni? Hát elférek, de nem férek. Tehát az csak két személyes. Hogy kell ilyenkor kínálni? Na most van különbség, otthon meg a hivatalos alkalmakkor. Az alapkülönbség, hogy hivatalos alkalmakkor nem számít az, ha valaki nőből van. Nem kap azért elsőnek, mert ő nőből van.
Tehát ott a rangsor számít. Hivatalos alkalmak, üzleti élet, vagy bárhol, delegáció, ilyen programos, bárhol, ott a nő nem számít elsőnek, mert ő nem nő, hanem ő államtitkár, ő miniszter, ő, tehát megvan a rangja, a rang számít. És egy nagyon jó példa, hogy a rangszámítés nem az, hogy nőből van, talán még emlékeznek rá, 2 éve volt, az Európa Tanács elnöke ment ki Erdogánhoz. És a tévében láttuk, hogy az Európa Tanács elnöke, ez egy férfi, meg Erdogán ülnek a fotelbe, és oldalt a kanapén ült a von der Leyen asszony, meg a külügyminiszter. És az egész világ, hogy de egy nőt, meg a kanapéra, ez így volt helyes, mert von der Leyen asszony csak részt a delegáció tagja volt. Tehát ennek ott volt a helye. Mondjuk, ha megkérdeznek engem, nem kérdeztek, én kiraktam volna 4 fotelt, és akkor el vannak, akkor látványban is el vannak, de egyébként protokollból nem volt helytelen. A lényeg, hogy hát a vendég, a fő vendég kap elsőnek, és ott a rangsorban kínálok, és minél hamarabb persze ki kell menni, mert amíg nem megy ki, addig az a szép időnk van, beszélgetés megy, és mindig a házik az a csap alatt lecsóba, hogy arról lenne szó. Mit lehet ilyenkor kínálni? Hogy nézzen ki egy kávé? Európa Unió és a Fekete Kávé című részünk következik. Kis tányér, csészefüle jobbra. Jobbra a kanál és balra 3 szem cukor. Hivatalos alkalmakkor nem adok be zacskós cukrot, mert mi van, ha leülnek tárgyalni, és megkapja, jobbról kell letenni elé, megkapja a zacskósan. Beszélgetőnek, tárgyalnak, ez meg ide föl kell szakítani, apa, az egész már mellé ment. Papírt hova tegye? Hát csésze emeli. Fölemeli ezt a kávét teszint. Nem tudom, ki találta ki. Na végül fölszakad, ezt meg nem lehet önteni, mert alá megy, ezt huppantani kell. Ugye hova tegye csésze mellé? A csészét fölemeli, ez a kettő összecsúszik. Miért nem jó ez? Mert hivatalos alkalmakon tárgyalás lemegy ide, azt mondja neki a másik, hogy maga megölte a szomszédját. Igen, egyszerűen fogalma nincs, mit beszélnek hozzá, mert ez ezzel volt ittene. Otthon persze lehet adni cukortartó, tejtartó, mit tudom én, persze nász ajándék ki lehet tenni, de hivatalos alkalmakkor nem. Viszont amihez ragaszkodom, otthon is ragaszkodom hozzá, szomszéd azt mondja, átjön egy kávéra, a kávé mellé le kell tenni mindig egy kis pohár vizet. És nem azért, mert a bécsi kávézó, meg a flanc, hanem reggel bejönnek a munkahelyükre. Jaj, egy kávét, megisszák. Semmi. Még egy kávét. Semmi. Mármint a kotiba a gyerek így állnak a kávék, és még sehol nincsenek. Legközelebb az első kávét, mikor megisszák, az a sűrű fekete ide bemegy, rá kell dobni mindjárt egy pohár folyadékot, mert azt meg szétrolja, föl tud szívódni, fölébredek, plusz kiveszi a szájból a kávészagot. A vendég megkapja a kávé mellé ezt a kis vizet, ennél kisebb pohár, ott álljul el. Gyerekek, Európába voltam. Szóval az, hogy megüti a guta. Ha teát kérnek hivatalos alkalmakkor, előre megfőzve kell bevinni, és nem ez a madzag így lók ki belőle. Meg nem mondom, lányok, mire emlékeztet. Ez a zacsis tea akkor jó, ha magamnak főzöm. Tehát száraz csésze, zacsi és arra a víz. Még egyszer mondom, száraz csésze, zacsi és arra a víz. Na, vendég megkapja, hát ki kéne venni, Brenne kövesedjen. A kiskanalat alá teszi, belerottyantja. A madzaggal préseli kifele, ha csak el nem szakad, aztán meg szedi le, és az megint a megölte a szomszédját. Előre megfőzve kell egy jó minőségű kávét, közepesre főzve. Egyébként a teát, hogy fogjuk a csészét, amikor a Pesti Színházban próbálták az Audiencia című darabot, ez második Erzsébetről szól, és a miniszterelnökei Churchilltől Tony Blairig, és engem tanácsadásra kértek fel, minden. És hát ugye Wilson miniszterelnök az egy munkáspárti, hát nem az a hóknevetetésű volt, Hegedűsdén játsza, és mondja Hegedűsdén Géza, hogy Ibolya drága, hogy legyek én bunkó? Mondom, nyalja meg a teátknat, azért azt nem. Mondom, akkor álljon el az ujja, úgyhogy most ő így issza. A kisujjunk mindig hozzá van ragasztva, soha nem szabad, tehát hozzá kell ragasztani. Otthon nyilván a rangsort, ugye a rangidős nővel kezdjük, tehát ott nyilván másképp megy a rangsorolás. És ehhez tenném hozzá, hogyha valakit egy kávéra hívunk meg, vagy bennünket hívnak meg egy kávéra, vagy egy italra, az maximum 1,5 óra. Tehát annak az egy más, az ebéd meg a vacsora, utána maximum még 1 óra, és utána el kell menni haza. És ami az érdekes, hogy a házigazda fejezi be. Tárgyalást is, étkezést is. És a magyar fülnek az, hogy most én rúgjam ki a vacsora vendégemet. Igen, ez a dolga neki.
Egy fiatal diplomata házaspár mesélt, hogy mentek ki Londonban szolgálni, és az első hetekben meghívtak a lakásukra egy portugál diplomata házaspárt, vacsora, átmentek a nappaliba kávézni, ezek nem mennek. Gyerekek már jöttek le elköszönni pizsamába, hát ezek nem mennek. A portugálok meg később merték elmondani, meg alig várták, hogy mikor lehet már menni. Tehát az a házik az a dolga. Meg lányok, nekünk vannak mondataink, hogy kérsz még egy kávét? Vagy finom volt minden, úgy igyekeztem, jól laktatok? De jót beszélgettünk, ugye? Ez az ilyen past perfect, mondja azonok, ez a nagyon múlt idő alakot, hogy milyen jó volt, hogy itt voltatok. Tehát vannak ilyen mondatok, és a vendég ezt megérzi, a vendégfrál, és a házigazda ajtóban elköszön tőle. Na most, mivel ugye korszellem, kell beszélni a virtuális kapcsolatokról is, mert otthon, hogy home office-tól kezdve, unoka Londonban, tehát sokszor vagyunk ilyen kapcsolatban. Ugye nagyon kell tudni, hogy mikor elkezdünk, pláne a képernyőről beszélni, nagyon kell tudni, hogy mit látnak. Elsőre mit látnak, mi van a háttérben. Mosatlan edény, kicsit oda pisil, szóval nem biztos, hogy minden jó. Tehát egy munka egy home office-nál, meg ugye mi van a háttérben, könyvek, ilyesmi, tehát az szokott általában jó lenni. És hogy én hogy nézek ki? Most ezt a Skype-on van egy ilyen beállítás gomb, ugye hang és kép, ott be lehet mérni üresbe, hogy engem majd hogy fognak látni. Nyilván a fénynek szembe kell jönni. Tehát más nem egy lámpát rakok oda szembe, hogy engem lássanak is. Egyenes derékkal kell ülni. És ami az érdekes, és ezt tényleg, aki a üzletéletben mozog, annak különösen mondom, hogy akár vizuális kapcsolat, akár telefon, nem szabad hátradőlni, pláne nem így forgófotelbe. Nem. Én behallom a telefonba, ha forgófotelből beszél velem, az el van. Egyenes derékkal kell beszélni. És van még egy aranyos dolog, ezt nagyon sokan nem veszik észre, még tévében Skype-on kapcsolunk szakértőket, és előfordul, hogy az, így ül a szakértő, és így beszél. Mondom, ez olvassa. Hát mi történt? Ő a szemkontaktust keresi a képernyőjén a riporterrel, de a kamera meg itt van fönn. A kamerába kell nézni, az unokával nem bele a kamerába, mert akkor látja, hogy ránézek, nem a képernyőt szabad nézni. Amit nem szabad csinálni, ugye pláne vizuális kapcsolatban, valaki mondja, hogy kedves Ibolya, hát olyan 10 éve láttam, azóta olyan egészséges lett. Hány kiló? Hát mondom, olyan 81-2 között szoktam lenni. Mikor a kisgyerek mondja, hogy hazudtam, felnőtt ember nem hazudik. Felnőtt ember másképp mondja, és nem így fogja be, hanem óra töve, szája, bajsza, ide. Tehát politikusnál is jön a kérdés, indul a vasba, ne kapd már föl, hát tudom, hogy hazudni fogsz. Ne menjen ide, nekünk ne menjen föl. Enni nyilván tilos. Telefonban, hogy kis türelmet, lenyelem a falatot. Mi vetted addig föl? Hát ásítás, hát erről muszáj beszélnem, engem az halálra idegesít. Az ásítás azt jelenti, hogy unlak. Sok mindentől lehet, műlevegő, műfény, vércukorszint, de azt jelenti, hogy unlak, és ez szörnyű negatív. Az, hogy figyelek rád, ez mindenkinek a legerősebb információ, az, hogy engem un, az mindenkit orba vág. De hát akkor, és nem a szájüleg látványos értő, hanem a tény, hogy ásít, mert ugye így is látom, vagy így is. Ha bármikor ásítaniuk kell, mostantól kezdve fejemet lehajtom, jegyzetek fölé, zsebkendőbe, azt mostantól mindig titkolják el, ne lássa az senki, ha csak nem akarják az illetőt megbántani. Ja, és ha már zsebkendő, meleg leves orrfújás. Hát egy jó forró halászlétől az angol királynőnek is megolvadna, most már királynak, ezért protokollban csak szájmeleg levest adnak, tehát mondjuk a húsleves az forró, jó? És imádom, hogy bocsánat! Hát már mindenki látta, mit csinált, mekkora átfújt, milyen a zsebi, papír zsebi, tépőzárra sem már. Én mit csinálok? Előveszem, megtörlöm, aztán nézek, most nem úgy, hogy lehet, hogy megfáztam. Tehát nem vonok bele másokat. Most mennek ezek a köhögős reklámok a tévébe. Idén már elkezdték ezt a karba köhögést, ami már az egyen jobban vagyunk, de a legtöbben még mindig ugye így köhögnek, így puffát megy az egy. A számat takarom, és nem így keresztül farok rajta, mert így takarom a számat.
Na és a tűzszentés, ez egy biológia. Amiről nem tehetünk, ez jön. És ki az, aki a biológiát játsza túl? Az, akire eddig a kutya nem figyelt, tudom, hogy jelentéktelen semmi kis emberke, de majd most fog. Ez a hapci, 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 mindig hetet tűzszentek. Vagy ez az ilyen, hey, magyar ember, hey, magyar tűzszent. Intelligens ember minél zártabb szájjal, vagy mindig zsebkendőn, amikor a kezünkkel fölkézünk, és viszonylag zárt szájjal tűzszentünk, és nem nézek föl, hogy szép volt-e. Meg, hogy elnézést, nem kérek elnézést, mert nem tehetek róla. Minél inkább elnéz, minél inkább verem a habot, annál inkább észreveszik. Tehát nem kell. Kívánjuk-e egészségére, emberiségét kétfelé szakadt. Egyik fel az, hogy a tűzszentésnél a levegő kimegy, tehát meghalsz. Az elsővel újjászületsz, egészségedre kívánja. Az emberiség másik fele az angol neveltetésű fel, tehát Nagy-Britannia volt brit gyarmatok, azt mondják, hogy mivel biológia, tehát emberi gyengeség, ezért szemem se rebben, és nem kívánják. Az angolban a bless you, az nem az egészséged, hanem az a God bless you, Isten áldjon téged. És azért nem használja a művelt angol, mert a pestis betegség első jele a tüsszögés volt. Tehát pestis járvány, valaki tüsszentett, hát akkor... Neked annyi kész vége, akkor mi most mit csináljunk? A helyi szokás számít, nálunk zömmel kívánjuk. De soha nem egy közösségi aktus, hogy egészséget, ez két-három ember, ez nem kell átkiabálni, ez két-három, nem kell állandóan kívánni. Na, ugye a virtuális kapcsolatban is, home office-nál is, hogy, ja, itt tartottunk, hogy home office, hogy ja, pizsamában megnézzük ma, mi lesz, az a nap olyan is. Ugyanúgy föl kell kelni, le kell zuhanyozni, fölöltözni, jó, nem a munkai, de valami normálisabb otthoni ruhába, tehát nem pizsaminapot tartok, hanem munkát dolgozom, és legyen benne egy ritmus. Sokan ugye a pandémiában szétcsúsztak, hogy semmire nem maradt. Ugyanúgy ősben megadnak, hogy fölkelek, reggelizem, leülök, dolgozom, szünet meg, tehát ugyanúgy legyen ritmus a napnak, különben szétcsúszik az egész. Tehát és pláne, amikor leülök valakivel virtuálisan, tehát képernyőn kapcsolódni, akkor meg nagyon kell látni, hogy úgy nézek ki, amiről beszélni akarok. Hát ez szerintem vagy jogász, vagy bróker, tehát a főső mellkosán ugye a tanult embert kell, hogy nekem sugározza. Na, ez egy nagyon-nagyon kényes pontom, a késés. Hogy az időpontot úgy beszélem meg, hogy tólig. Hogy 9-kor is lesz 40 percünk. A legjobb a tóligot megbeszélni, ehhez képest nincs késés. Aki késik, olyasmit vesz el tőle, amit soha nem kap vissza, az időt. Darvas Iván írta a könyvben, hogy aki engem várakoztat, engem kicsit meg is öl, mert az elveszett. Ilyen vagyok, én mindig kések. Hát mély büszke rá? Időben kell indulni. Ha van Viszmajor, leszakad a híd, beáll a forgalom, elaludtam, az nem Viszmajor, akkor oda kell szólni, tehát kontakttelefonszám nélkül ne induljunk el, mert szólni kell, bármi lehet az úton, forgalomban, bármi, akkor oda kell szólni, de csak úgy nem lehet elkésni. Nagyon sértő. Egyszer voltam a Bíróképző Akadémia, esküszön van ilyen, fönn a budai hegyekbe, fenyves erdő, minden, Bíróképző Akadémia, és ott ültek nekem 200-an ilyen bírósági fogalmazó, aki majd végül bíró is lesz, fiatal gyerek, ott ülnek nekem, pehjemre, másnap reggel volt, előző este feltehetően láthatóan csapatépítés van. És akkor itt tartok, hogy a bíró azt mondta tanárnő, hogy a bíró késhet, mert a tárgyalás nélkül nem kezdődik meg. Mondtam, pont ezért nem késhet. Mert ha a bíró késik, a jog késik, az igazság késik. Tehát minél magasabb, annál kevésbé késhet el. Meg egyszer voltam egy parfüm konferencián, hogy a parfüm és a protokollról beszéljek, hát kemény munka volt. És vártunk egy magyar származású nemzetközi hírű parfüm királynőt, 5 perc, 10 perc, 20 perc, 25, megjön, azt mondja, tudod, Ibolya, a primadonna mindig késik. Mondja, üdvözlöm, drága, a profi meg ott van időben. Ezt találtam mondani. Tehát nincs, meg még egyet, hagyd mondjak már, 3-4 perceket készni a simán slendriánság. Akkor már késen egy órát. Nem? Csak mondom. Na, hogy kell valakit kísérni? Tehát férfi, nőt, házigazda, vendéget. Megérkezem, és mondják nekem, hogy tessék parancsolni. Elindulok, elágazik. Utánam jön. Most merre? Balra. Most merre? Spondilózisom tökre kiújul.
hogy kell valakit szépen kísérni, megérkezik, itt van az illető, félvállal felé fordulva, tessék parancsolni, tehát félvállal előtte kísérnem, ha beszűkül, megint megyek, mindig előtte kell kicsinkével menni. Ajtóhoz, ha érünk, kimenjen be elsőnek, mondják, hogy a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, ahol repül a kés. A hír igazat, kocsma, McDonald's, Presto, étterem, oda mindig a férfi lépjen be elsőnek. És azt nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. És akkor már nyitja is. De ha ez nem nyilvános hely, kik mikor kell előre engedni a nőt, vagy azt a vendéget, az ajtó merre nyílik? Ha éjfelém nyílik, kinyitom, és előre engedem. De már minden ajtó amarra nyílik. No, apu, anyu mennek színházba, apu utcáról tartja, már szakad le akarja, anyu, pufiszesik. Ha az ajtó befelé nyílik, az alárendelt fölgyorsít, nem lök a másikat, ő gyorsít föl, és belül tartja az ajtót. Hát nyilván nem engedi rá vissza. Miniszterelnöki dolgozóban mindig én léptem be elsőnek, és nem azért, mert én voltam a legszebb dolog, én voltam. Az voltam a munkám, hogy ehhez jöttél, tehát belül tartja az ajtót. Probléma, protokoll főnök, kísérem a francia nagykövetet. Excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdem el, hogy de maga meg tessék meg maga, hanem akkor belépek, és nem úgy, hogy na, innen már én megyek, hanem átlépem a küszöböt, megvárom, még ő is átlép, és megint megyek előtte, mellette. Na, lépcsőn le, lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy a gravitációt, ugye hátra tudna esni, hátulról kell videni, elmegy a nő, alatta megy a férfi. Szoknyája alá lát. Uraim, az ilyen picinke szoknya alá kell. Az azért rövid. A normál szoknya alá meg hát 2-3 lépcsőfokkal így nem megy rendezően. Aki meg lefelé megy, hogy ne essen ugye keményre, előtte megy a férfi, fölötte megy a nő. Szemkontaktus volt, csak egy példát hozok, mert nagyon sokan nem érzékelik. Gyakran előfordul velünk, ők állnak egymással szemben, beszélgetnek. Oda lépek, és ő kimosolyog rám, hogy jó napot kívánok, akkor tovább kell menni. Meg kell várni, míg rám fordul, hogy a felső melkasomba befogadott, rám fordul. Tessék, ez menjen innen ma elfele. Ez meg, de jó, hogy jöttél, tehát rám fordul, nem fordul. Tehát jön szembe a sírós kolléganéni, bizony, drágám, beszélünk, csókollak, megszabadultam. Ráfordulok, nem szabadulok, ez a felső melkasom. Egyébként nagyon fontos dolog, a ráfigyelés. Én nekem szokásom, hogy a hátul fogom össze a kezem, már nekem ilyen szakmai ártalom, mert ugye figyelek rád. És ez azért nagyon fontos, mert és az, hogy most ilyenkor látszik a mellem, hát 2 van, 3 már mondjuk tényleg. Azt jelenti, hogy figyelek rád, és ennél drágább információt embernek adni nem lehet. Aki én rám figyel, hát annak én mindent elhiszek. Hát milyen egy rendes ember én rám figyel. Na én ezt ott főt volt kint kipróbálni, de Pesten Kőbányán lakom, hát nem a Rózsadomb, 10 emeletes panelbe, 10 emeletnyi elszigényedett tisztaságmánia plecka emberre jót nem mondak, engem kedvelnek. Ibike drága teremtés. Ugye miért jó ez nekem az én lakásomban feltétlenül nehezebb betörni, mert hogy Ibike? Hogy értem én ezt el? Van a földszinten a Margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy Margitka. Rosszabb helyen 2. Lehet, hogy egy férfi, ez a kútmérgező típus. Áll a kapuba, ő a ház szervere. Lemegyek, mondom, jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig eljut mindenki. A sikeres életúthoz 2 lépcsőfok visz. És mindegy, hogy hivatalos vagy magánalkalommal, teljes életünkben 2 lépcsőfok, a mi újság után kezdjünk el figyelni arra, hogy mit mond. Az emberi agy fiziológiailag 1/2 perc alatt leáll és visszamegy. Tehát 1/2 perc alatt rájövök, hogy miről beszél, és a csúcsika aranykulcsocskája kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem azt, hogy igen, hanem hogy és hogy történt, drága? Elkezdi mondani, hát nekem erre meg nincs időm. Tehát. És hogy történt, drága? Beszélünk majd még, jó? Puszilom. Az egész 1.5 perc, a kifejtő kérdés. Az emberek elfelejtettek beszélgetni.
Mama, és akkor én vagy nekem meg? Így megy a beszélgetés. Én két gyereket leültetném osztályfőnökön egymással szemben, hogy beszélgessetek, és nem az, hogy akkor én, hanem arra figyelj, hogy ő mit mond, és abba kérdez bele. Győztes gyerekből győztes felnőtt lett, mert megtanulja, hogy kérdezni kell tudni. Na, menjünk a másik ábrára, az első rész. Na, mindegy, olyan ment az időm. Az első benyomás értéke. Miért kell, erről miért rengeteg viselkedési norma szabadult rá? Az első benyomás, mert nem mindenki módosítja, amit először érez. Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. Ebből a verbális legyen szíves, menjen ki, ez csak 7%. Elsőre senki nem azt érti meg. Sokkal inkább a hangsúlyt. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy ki lesz meglepetés, vagy amikor visszajön lesz meglepetés, ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, más mondtam, milyen hangsúllyal beszélek, és ha hangsúlyt nem értem meg, nem megyek vissza arra a tartalomra se. Tehát nagyon kell tudni, hogy milyen vokális dolgokra kell figyelnünk. Tipikus a hiba, az erős hangos hang. Rengetegen beszélnek hangosan, és a hangos beszéd önmagában agresszivitás. Pedig ő nem agresszív, csak hangos, aranyos, csak hangos, mert fülébe dobolt be már 20 év a zene, és megsüketül. Ezáltal hangosabban beszél. Ilyenkor rá kell szólni kollégára, barát, hogy már megint hangosan beszélsz. Ha nem lehet rászólni, mert vagy idegen, buszon ült velem szemben a kicsaj, kétszélyes kicsaj, hogy utána Dávid megfogta a combomat, én megmondom, azt mondja, mit néz? Hát mondom, azt hittem, nekem mondja. De ez se lehet senkivel sem, nem lehet az illetővel lejátszani, mert olyan rangban van, vagy bármi. Kezdjük el nézni a száját, mert a szemkontaktusnál nyilván nem a szemében nézem, hogy arcát nézem, de a hangos, akkor meg csak a száját, általában szokott használni. És a hangerő. Ez egy fizikoterápia, én fekszem ott rajta, ennyi idealizálva, rajtam a 220. És fölöttem, hogy mit főztél a hétvégén, hoztál be kóstolót? Átbeszélnek a fejem fölött. Ettől megülök. Hát rengetegszer mondom, hogy az nem szabad átbeszélni a másik fölött, mert ő ember. Mikor a nővérke a kórházba anya injekciót, te aztán a gizibe jött, az meg a beteg ott fekszik, mint a hülye. Tehát nem szabad átbeszélni, hogy fodrásznál csinálja a két fejet a két fodrásra, és akkor mondjuk, aztán tényleg az Ákos aztán fölhívott, és mi ott ülünk, mint a hülye. Én föl kell szólni, az Ákos? Vagy valamit, hogy érezzék, hogy én ott vagyok. Na, még egy a vokalitáshoz. Ugye mondtam, hogy európaiság nem negatív és nem vág oda. De valahogy meg ki kell mondani. Erre találtak közben, ilyen lányomnak mondom, menjem is értse, ez a meta beszéd, én imádom. A beszólásnál abban a percben sértem meg, a metán meg elgondolkodik, majd csak este jön rá. Én ezt imádom. Tehát hogy mondom meg? És ez egy, aki ezt úgy lelkébe elfogadja, és ez rászokik, nagyon szórakoztató élete lesz. Jó, jó érzés. Itt áll, és valahogy rendbe kell tenni, nagyon csúnya a cipője. De jó ez a harisnya, az a szoknya nem, a szoknyával egy, de a cipő nem, de ez a harisnya, vagy Győző a múlt héten már kétszer nem késtél el, annyira jó volt, hát ma nem sikerült, de ez a múlt heti kettő, tehát hogy csomagolom be. És erre van egy egészen viszonylag friss példám, nincsen jogosítványom, állandó taxival járok, hát nyilván nem mindig, de amikor vele, és egy boltnál mondtam, hogy álljon be, csak bemegyek megkérdezni, egy perc, jöttem is ki, addigra ott állt egy jeep, a jeepbe ült egy nő. És a jeep mellett egy ilyen konyhaszekrényi zsíragyú, olyan szavakat kiabált a taxis, hogy a festék lejött az autóról. Mondom, bocsásson meg, uram, egy hölgy előtt hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Azt bejut a kocsiba elment. Hogy mondom meg? És agresszivitás kezelése, ez is nagyon fontos. Egyre több üvöltő ember vagyunk, itt áll és üvölt. Az első egy szellemi rákészülés. Mély filozófiai műből hozom a példát, parafrázis szinten, amikor azt mondja a malacka a micimackónak, hogy te micimackó, mi az, hogyha egy borzalmas fenevad azt mondja, hogy hú-hú, azt mondja, hát azt mondom, hogy trallala. És azt mondja neked másodszorra is, hogy hú-hú, hát azt mondom másodszorra is, hogy trallala. És azt mondja harmadszor, azt mondja malacka, harmadszor nem fogja mondani. Itt állért hívott micimackó effektus, májobban vagyunk, az ember lenyugszik. Arcunkra felveszük ezt a nagyon figyellek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél ajakrésre nyitva,
Na most nevetni azt nem szabad neki, lóg a lóláb. Amikor nagyon kéne, de nem szabad nevetni, van egy technika, húzzuk össze a szemöldögöt egy kicsit. Nem teljesen, mert attól még nevetek, hanem tartani kellene olyan közé, vagy nem tud fölmenni a szem. És nem szabad megszólni azt se, hogy de, vagy én van, akkor ne szóljon közben, újra kezdi. Hagyni kell. Ez annyira jó. Az ember ott áll, belül már nagyon kacak, az meg ott nagyon üvölt, és amikor kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Ja, és még egy vokális hiba eszembe jutott, ez a fejhang, ez a voltunk shopizni, ittunk üccsit, megvettük a kari arit, hát ez a karácsonyi ajándék, ezt most tudtam. Ez azt jelenti, hogy én vagyok a hülye, vagy az, hogy te. Ezt azért mondom, mert nagyon sokszor elfelejtjük. Mit tudom, elakad a számítógépem, nem értek hozzá, informatikusomat fölhívom, a Zsoltot fölhívom, és a Zsolt a telefonba így kezdte nekem magyarázni. Mondom, Zsolt, hülyeséget kérdeztem, azt mondja, honnan tudod? Hát mondom, mert így kezdted elmondani. Az ember így kezdte elmondani, azt jelenti, hogy te annyira hülye vagy. Szóval nem szabad ez a fej. A gyerekkel segítségügyi, a gyerek az csak kicsi, nem hülye. Tehát azzal is normális hangszínen kell beszélni, hogy mit tudom én az asszisztensnő az orvosnál, hogy és akkor 3x2-t 20 éve szedem. Tehát ez a fejhang, ez mindenkit nagyon megsért, nem szabad csipogni. Na, a látott információ, ugye rengeteg, 55%-ban azt hiszem, mert elsőnek, hogy látok, eldöntöm. Tehát nekünk azt kell sugallni, amit el akarunk hitetni magunkban, mert rám néznek és eldöntik. Testbeszéd, ugye mondtam, hogy a felső mellkast nyitva kell hagyni. Ugye a férfiak szokása, ami nőknek nem, mert a mellünk útban van, meg a hátul ugye melltartó minden, férfiak teszik ide föl gyakran, váltom és a fülébe, de érdekes. Hát nem hiszem el, mert betakarja. Miért teszik ide föl a férfiak, mert mit csináljanak vele, pedig egyszerű, itt van a vállam, ide lőtt ki ez a két kar. Itt a helye. De ez itt lóg. Helyette van az a szabadrúgás fogát. Szabadrúgás fogás. Ez akkor jó, ha nem beszélgetnek. Ha elkezdenek beszélgetni valakivel, ezt is le kell nyitni, a felső mellkasomat szabadon kell hagyni. Na, zsebre dugott kéz. Nem szeretjük, mert olyan leszólás van benne. Meg uraim, ronda. Kezüket beteszik a zsebükbe, nadrág ezáltal hátul megfeszül. Nem minden férfi fenék szép. És hogy bedugja, a zsebnek ez a vászon béléseit kivillan, hát a szememet nem bírom levenni róla. Kénytelen vagyok már megalkudni a zsebedugott kézzel, kénytelen vagyok lassan elfogadni. Ha csak férfiak vannak ott, dumálnak szünetbe vagy valami, de ha megjelenik egy nő, vagy kiállnak emberek elé, akkor már nem szabad. De ha mégis zsebben van dugva, tehát ott elkeveredve férfiak egymás között, lehet zsebregodva, de akkor begombolt zakóval. Ki gombolt zakóval, az a pocimaci. Begombolt zakóval, most nincs benne könnyeg, ez csak kézfejig van benne, ez karból kell tartani. Ez egy meló. A lényeg ez a felső, tehát meg kell fogni a zakót, ezt a felső mellkasunkat hagyjuk nyitva. Hogy kell ülve azt sugallni, hogy figyelek rád, hogy lehet ülve győzni? Soha nem szabad elfeküdni a széken. Férfiak hajlamosak arra, hogy úgy elfeküsznek, akkor megint a gravitáció győztok, a minden megy lefele. Meg egy perc alatt alszik. Feneket a hajlatig és a vesémet támasztom. És ez fotelben nem lehet. Fotelben az ember leül, hát onnan másik kettő veszik ki. Éppen nemrég voltam egy cégnél, ilyen családbarát cég, gyerekek ottan szaladgáltak, és ilyen babzsákos fotelek, ilyen vizék voltak, hogy abba üljek. Még úgy, ahogy belehuppantam, de onnan engem már hároman vettek ki. Tehát egyenes, egy ilyen egy fotelbe, a karfánál ülök, a derekam egyenes tudja mellett. Egyenes derékkal kell ülni. Na most mi nők ülünk le és tesszük a lábunkat föl, Erzsébet királynő, holland királynő nem tette fel a lábát, tehát párhuzamos combokkal jobbra, balra, ha bekulcsolom, akkor a térdem ne nyíljon meg. Erzsébet királynő úgy mindig, hogy bekulcsolta a bokát, de zárt térdel. Hát nekem szétszakadna a várni. Mert ha fölrakom, azt annyira mellé kell húzni, hogy bokacsont a lábszárhoz és lábfejre hajtva. Szép még, hogyha vékony a combja, hogy ezt lefekteti magam mellé, de arra kell, fele kell fektetni, amerre a fölrakott láb mutat. Legtöbb ilyen celeb szőke bemegy a tévébe, fölrakja, és amarra fekteti le, és akkor ilyen V-alakba repülnek a bugyogók. Ha fölrakom, ugyanis mihegy, kívül van a láb. Lábrázás cipőkibe az egyértelműen női szexuális felhívás.
Minden, ami a lábra viszi a figyelmet. Hát urak mennek az országúton, ott állnak a lányok. Honnan tudja, hogy ki vár a buszra, és ki a munkanélküli szövőnő. Mi van a lábra? Necz, harisnya, piros cipő, vagy semmi se, elindul a figyelem, már ott vagyunk, ahol különbözünk. Tehát ha leülnek egy nővel, és a nőnek beindul a lába, uraim, akkor azt mondjam, de szerencsés a férje, hogy ilyen szép felesége van, puff, így fogja a nőnek a lába. Tehát mi ne rázzuk a lábunkat. Na a férfiak, égtelen nagy terpeszbe, oki meg a majka, meg a győzike, nagy terpesszel mi van? Szarvasbőgés, szarvasbikák harca, a bika nagy hátsó terpesze. A comb belső oldalának a mutogatása ez a vezérhím jele. Magyarán, minél nagyobb a terpesz, annál kisebb neki az agya. Nem mondom hosszú szavakat. Öltözködés. Tulajdonképpen egy mondat. Azt kell fölvenni, amit el akarok magamnak hitetni, mert rám néznek és eldöntik. Fehér köpeny vérnyomásmérővel az orvos. Vérnyomásmérő nélkül az meg pék. Ránézek, eldöntöm. Tehát nekem azt kell fölvenni. Tehát nyilván piacra nem megyek le kis kosztümbe, hanem ugye farmer, póló, ahogy szoktam. Tehát mit látnak rajtam? Én egy dolgot mondanék rendezőernek, hogy bármit veszek föl, hölgyeim, uraim, öreges szóljon, elegancia. Az elegancia az nem pénz, az elegancia az tartás kérdése. Szoknya, búz, egy csál és elegáns. Az elegancia bentről kifele jön, nem kell drágának lenni, tartás kérdése. A legdrágább tudsz is, ha így veszi föl, akkor a maca. Egyenes derék tartás, az elegancia az bentről kifele, elegáns ember nem késik. Elegáns ember, az asztalán rend van, elegancia bentről kifele jön. Tehát nem pénz kérdése ez. Ami veszély, az sportosság. Most minden médium azt sugallja, hogy sportos légy. Aki nem sportos, nem ember. Hát pedig azért az. Na de sportolni megyek én oda. Nekem egy banktisztviselő ne legyen sportos, hogy két fekvő támaszt legyenek ma. Tehát az elegancia, az még egyszer mondom, nem pénz, az tartás kérdése. Ez a ruha kabátkával, ez bármikor jó. A nadrág is lehet, a nadrágnak lányok le kell érni a bokáig. A boka fölött 10 centivel vagy még rövidebb, hova viszi a figyelmet? Hát, ahol különbözünk, az már a dögös műfaj. És én mondanám, hogy öreg porba se kell gyászhuszárnak öltözni, huszárlánynak, lányok, fiúk. Az öregkor nem azt jelenti, hogy most akkor majdnem megszűntem létezni, tartás kérdése az is. Ja, és hát otthon is. Szóval otthon is nézzünk már valahogy kifele. Szoktam mindig mondani, hogy az sem mindegy otthon, hogy magam miatt nem. Nem azt mondom, hogy jön-e valaki, hanem magam miatt, és hogy nézek ki otthon. Ez alkalmi, én egyet fölvennék, úgy néznék ki, mint egy nyugdíjas meteorológus nő. Akkor szabad begombolva hordani a blézert, hogyha a mellbőség nem túl nagy, majd több mint 80 vagy 90, akkor a mellbőség magasságában, és akkor tényleg meteorológus nő lesz. Erős mellbe kigombolva hordjuk. Szoknya hossza. Övnyi nem takar, hanem mutat, camban van. Nem beszélgetünk vele Nietzsche és Kierkegaard filozófiai különbségeiről. A félcombig érő akkor jó, ha valakinek hibátlan szép lába van, térde minden tökéletes, és nem múlt el 25. Na jó, 30. Tehát ez kor és lábfüggő, nem csak a láb látványa, hanem a kor is számít hosszá. Mikor Medveszki Ilona hosszú szőkelájbával elment a sztoribába álom szép hosszú combjaival, ilyen mini feketébe röhögték, mert a korához nem volt való. Ez kor és lábfüggő. És ebben a félcombig érőben csak állni szabad, mondjuk hostess. Mert ebbe lehajlik, mint nővérke a kórházba a kettes-kéhez. Egyes-két infarktusra elviszik onnan. A térden fölött 2-3 centi vagy ugye a hosszabb. A felső részünk, a tanult ember szerepben, lányok, ne legyen ki ez a vállöv. Ez minden valaszban a nőt jelenti, a hús. Templomba be is kell takarni a vállunkat. Meg ami miatt még be kell takarni, amikor az első olyan kiló jön, aminek nem kellett volna. Az nem a hasra megy, hanem ide. És ezt még ilyen disznóvágásban fölhiszem, mert ez égtelen. Tehát egy kis top és rajta egy kigombolt blúz. A dekoltás, az tudja minden, hogy egy férfi számára női arc, az valahol itt ér véget. Mondták, nem tanárnő, ott kezdődik. Hát ha kirakod a bögyödet, effektíve a bögyödhöz fog beszélni, mert nem bír máshova nézni. Gyakori kérdés, hol van a női táska helye? Nagyon sokan kérdezik meg. A legfontosabb, hogy asztalra soha. Étteremben se, irodában se, asztalra nem rakom.
válfára, ölembe, akár még a földre is, de azt találom, földre nem, mert kimegy belőle a pénz. Ott van. Bele se megy, esküszöm. És hogyha Erzsébet királynő lerakhatta a földre, hát akkor mi miért inkább oda, de asztalra soha táskát nem teszünk. A tanult ember, aki fél, ja még egy a nőknél, munkahelyi papucs, ugye csizma, télen csizma, ha abban van egész nap egy íróasztalos munkánál csizmában, akkor azt mondják, hogy most jöttél, vagy menné már. Ez utca, ezt le kell vetni, és nincs rá jogom, de én megtiltom ezt a papucsot. Ez a, elmegyek már, lemosom a csempét, derekán a kardigán így megkötve, mert hogy vesés. Jaj, megyek a fénymásolóba, az uram is ver, ez a papucs. És hogy fájós a lába, hát egész, a tanárnő egész nap áll. Ebben nem pihen meg, mert ebben szétcsúszik. És ez már nem megy vissza este cipőbe. És ahogy ütődik, ugye ez a fölrepedezett sarka. Szoktak meghívni, a pedagógusok is szoktak meghívni, ilyen tanári kar meg ilyenek, és tanárnő, igazgatónő fölhívott pár napra rá, hogy Ibolya, már 3 tanárnő nem jár papucsba. Mondtam, van Isten. Azért papucs ilyen fodros szélű kis bokafixoknival. Ja, pedagógusok, ezt még el kell, hogy mondjam. Vége, elhozásom végén, és egy szárnyas ajtón egyesével mentek ki, a 28 nő, egy férfi. Hát a szokásos fölállás. És a férfi ott azt mondja, hogy Ibolya, nekem meg kell várni, míg mindenki kimegy. Hát mondom, nem, de ahogy eljönnek a nők, ránéz az egyikre, és közelebb lép. Ránéz a másikra, és már benn is van. Tehát szememmel zavartam be. Na, a tanult ember, aki férfiből van, ugye az innyakkendő. A nyakkendőt ütközésig fel kell húzni, ez már rossz. Az, amikor kigombolja és úgy húzza le, az hívják úgy, hogy letolt gatya. Akkor már inkább vegye le is, ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot meg kell gombolni, mert a begombolt nyakkendő nélkül az a népi táncos. Egyet meg kell gombolni, nyilván nem szügyig, és a férfiak soha nem hajthatják ki a gatyát, mert belül van a helye. Hát ezt meg csak a lányoknak hoztam ajándékba. Hát ugye, pulóvernél is, uraim, bevül van a gali, nem hajtjuk ki. A férfi zakkónak a legalsó, mert nem szabad begombolni soha, mert az alá kap ilyen pocimaci. Lentről számítva, úgy nézem már, az elsőt kell begombolni. Nem a legalsót, hanem egyel följebb. Mikor a férfi leül, gombolja ki, meg különben gyukmele lesz, és mikor áll föl, akkor egyet gomboljon be. Legfeljebb utána megint kigombolja. Tehát a legalsót az soha. Zakót levetni azt a fogadó fél ajánlhatja föl, maszekban meg a rangidős nő mondhatja azt, hogy uraim, ha gondolják, vegyék le. Ilyenkor vagy leveszik, vagy nem, ez ma az ő dolguk. A férfi nadrág akkor jó hosszúságú, hogyha eltakarja a cipőt, de nem ér le a sarokra. Ez elő fog vetni egy budgyot. Ha az a budgy nincs, a nadrág rövid. Ha túl budz van, az mások. A 3 budz, az meg a, ugye az a harmonika. Egynek ellen is. Ebből látszik, hogy tanult ember, urak, még nyáron 40 fok melegben sem vesz föl ilyen térdigérő bermudákat. De lányok, ilyen térdigérő vászonnadrág, vékony szőrös lábszár, zokni szandál, hát az egyszerűen gyönyörű. És uraim, önöknek is otthon nézzenek ki valahogy. Na, amiről még nem beszéltem, az a 7%. A tegezés magátást már tisztáztuk. De amiről mindenképpen kell beszélnem, az a csúnya beszéd. Borzasztóan, a magyar villámgyorsan olyan csúnyán beszélnek az emberek, hogy a vaza-vaza-vaza elből megből összeből röbdösnek. Pedig hát a magyar nyelvünk, hát az maradt meg minden más, már globalizáció, a nyelvünk a miénk. Erre vigyázni kell, hogy hú, ezt elrontottad, mondjuk ki a rendes ígét, hogy van ilyen ige. Tehát nem minden a bö-bö-bö-bö, hanem vigyázzunk a nyelvünkre. Tehát legalább ne fogadjuk el, hogy hogy mondta, tehát szóljunk rá. Na, vannak indulatszavak, reggel beverem a lábomat a ágylábába, nyilván nem azt mondom, hogy ebugatta. Hát de a napi szógyakorlatban, hát figyelik, hát önök is hallják, hogy szörnyű, hogy az emberek beszélnek. Iskolában is az sarokba állítom, hogy valami legyen valami penitencia, mert ezt meg kell tudni valahogy állítani, mert ez szörnyű. Hát a médiáról már nem is beszélek. A másik verbalitásnál nagyon kell tudni, hogy kivel beszélek, mit ért meg a másik. Mert nem akkor vagyok én nagyon művelt, ha ilyen szofisztikált, ilyen szavakat mondok, a másik megnézi.
gyereknek nincsenek meg a kompetenciái. Megint elhagyta ez a kutya kölyök. Meg, hát én, mit élt meg a másik? Nem szabad lemenni, de magukban, mint Rákosi elvtárs, hogy Érike már a tarhonya. Tehát nyilván kicsivel fölé, nem szabad teljesen fölé, de valamennyire nyilván fölötte kell beszélni. És még egy, hogy a nyelvtanilag hibás beszéd az olyan, mint a szájszak. Hogy beszélnek eleink? Hetente legalább egyszer egy neme volt, az megcsapja a fülem. Meg hogy én, mint képviselőként. Ez is sok. Baba meg a bamben, az meg már tök egyforma. És azt mondják, hogy voltam az iskolába, azt még megbocsátja a fülem. De egyik politikuskánk ennek esze helyette haja nőtt meg. Azt mondja, mikor a tanárnő belép a tanteremben, hát akkor már kacagtam olybe. Tehát vigyázni a nyelvünkre. Telefonálás, amit tudni kell, tulajdonképpen megint nagyon kevés. Nagyon kell, nagyon okos, én nekem is van, imádom, mindent meg lehet nézni rajta. De ez a number two, az első, aki ott van, akivel szemkontaktusom van. Ha valakivel én beszélgetek, elő se veszem azt a mobilt, mert ő van ott. Ha nekem valaki kirakja, amikor leülünk beszélgetni, akkor azzal kezdem, hogy fontos hívást vár. Mert ha kirakja, hát ma azon van az óra. Beszélgetünk, hány óra van? SMS. Csak a bank. Amikor lenéz, akkor ver engem orrba, mert te nem vagy fontos, de amiben azt el kell tenni. És ennél szomorúbb képet én régen láttam. Hogy a család az asztalnál vacsoráznak, és mindenki nyomogatja a magait, tessenek ott beszélgetni, mert elfelejtjük. Tehát az nagyon jó, ha van, de ez a kettes számú is, nem pedig a másikat bántom meg azzal, hogy te semmi, de majd a mobilom. És egy utolsó gondolatsor, még erről szeretnék majd egyszer külön beszélni, hogyha majd jövök az étkezésről. Ez 2 órás előadás, mert láttad te már enni? Hiába van árnálni, hogy egy Gucci cipő lanzsinóra asztalnál, ahogy eszik ez. Tehát nagyon sokat elmondja emberről. És egy van, amire nagyon szépen kérem, hogy figyeljenek oda. Önmaguk is, családtag, rokon ismerős gyerek, és már legalább 10 emberből legalább 4 úgy eszik, hogy felteszi a villára a falatot, letámaszt, és egy olajfúró toronyszerűen így megy fölé. Vagy a leves az meg ugye folyékony, azt meg úgy kiebb tolja, és így. Vagy ilyen sittesen. Ezt egy jobb érzésű meglátja, és sikongva elruhan. Én most nem azt mondom, hogy 2 könyv a hónom alá, ez a világ régen elmúlt. Fölrakom, fölé hajlok, de a könyökömet nem teszem az atra. Ez a könyök lerakáson. Megőrülök, ez a borzalmas. A könyök, ez van egy olyan régi fotón, fekete-fehér kép, hogy a hokerlin van a 3 tányér, és Sárminul a nagypapa, meg 2 unoka Sárminul mellette, és fölé hajolnak, de nem teszik föl a könyököt. Hogy ez honnan jött? Megbolondulok. Szerintem ez a hamburgerből jött. Na, hamburger, egy cég hívott föl pár éve, hogy a Molkutaknál kézműves hamburgereket fognak árulni, és ugye reklámfilmet csinálnak, hogy 2 videótonos focista eszi a hamburgert, én megmondjam meg, hogy kell azt tenni. Hát mondom, én szívesen elmondanám, de én még életemben nem ettem hamburgert. Szóval ragaszkodnak hozzám. Mondom, mennyire? Megmondták, hát ennyi, megtanulom ezen már, nem mondjam. Internet, YouTube, How to Eat Burgers, interneten megnéztem. Most már virtuálisan már teljesen tudom, hogy hogy kell ezt tartani, meg minden, de én még mindig nem ettem, ezt nem lett szépen. Az a neve, hogy gyors étel. Ezt be kell nyomni. Maximum 2 vágod, de azt már megint nyomod, folyik le, ez így kell lenni. Tehát ezt nem lehet szépen enni. Csak mondom, hogy hát ennyit a hamburgerről. Na, nagyon sok mindenről beszéltem, sok mindenről nem beszéltem. Azzal, hogy ami még fontos, hogy engem tényleg keressenek meg. Imád, úgy szeretném, ha nekem innának. Nagyon sokat levet szoktam kapni. Ingyen, bérmentve, jelszó, tanítvány, és akkor én már mindenkinek válaszolok. Köszönöm szépen. Van-e most kérdés valakinek? Még azt megkérdezem, hogy valakivel hirtelen most kérdés. Hát gondolom, ilyen tömeg. Igen, jaj, de jó. Mondja. Az előadás elején volt a Magyar Lászlóról. Igen. A függőleges, de visszintes. Na, következő. Mutatni kéne. A zászló az rúdon van, és vízszintes sávos. Igaz? Az a zászló. Ha lobogó, az meg föntről lóg madzagon lefele, akkor ezt fölállítom. És ahogy volt föntről lefele piros-fehér-zöld, úgy lesz balról jobbra piros-fehér-zöld. Tehát van zászló, és van lobogó.
Tehát vagy föntről lefele, vagy balról jobbra a piros-fehér-zöld. De egyébként a honlapomon, ha megnézik, van egy olyan pont, hogy diasor, az a végül a legalján van a honlapomnak, diasor, az előadás teljes, a teljes anyagomnak a teljes powerpointja, többek között az ászlókérdés is fönn van. Hogy a címer, hogy kerül bele és hogy nem, az is benne van. Utána lehet mindennek nézni. Köszönöm szépen. Még kérdés? Igen? Tessék. Nem, először van. Igen. A kalap és kesztyű, ez a kettő, ami összefügg. Ha kalap van, akkor kesztyű is van. És azt a nagyon vékony, amit órákig húznak föl, meg órákig húznak le, az készfogástál sem kell levetni. A beugrós azt le kell vetni. De ezeket a vékonyat, a kalap kesztyű, ez a kettő, ami fontos hozzá. Ez a kettő függ össze. Ez a hosszú, meg hogyha frakban van a férfi, frakon előírva a férfinek frak, akkor a nőnek nagy estélyt kell fölvenni, ami hosszú ruha és kötelező a hosszú kesztyű. Az a nagy estélynek a része. És azt nem kell szintén levetni. Tessék, uram! Akkor a mama azt mondja barátjának a mamája, hogy tegez, akkor tegezni kell, akkor szerbusz Gizi néni, hogy vagy. Mert ha ő felajánlja, hogy tegezzél, akkor azt tegezni kell. Na az, ez az önök korosztálya, ez a legveszélyesebb. De valljuk be, nem kamaszkorban, mi is belezöldültünk ebbe az egész témába, hogy tegezni, magázni. Tehát, hogyha az a felnőtt azt mondja, hogy tegezzél, akkor tegezni kell. Persze, jó napot kívánok, akkor megyek be, igen. Na? Igen, tessék. Munkahelyen. Én jóval idősebb vagyok, és egy kolléganő, mondjuk lányom lehetne, de sokkal fiatalabb, ő soha nem fogja felajánlani, hogy tegeződjünk, de mindenki mindenkit tegez. Hogy lehet akkor? Akkor a következő, maga nem mondja neki, hogy tegezze, mert ő nem fogja tudni magát letegezni, még hogyha el is kezdi vele szembe. Hanem megkezdi, fáradjon be, itt leülsz ide, bocsánat, leül ide, el kell minden igét téveszteni. Tehát amit magázva, azt tegezve, tehát eltévesztgetni azt a magázást, hogy időben beértél, bocsánat, beért. Tehát eltéveztem az igét, és akkor ez már jelzés neki arra, hogy elkezdheti. És nem mindjárt az első napokon, hanem már együtt vannak pár hónapja, akkor persze mondhatja neki, hogy úgy szeretném, ha felajánlaná, hogy tegeződjünk. Hát akkor átkérdezhet. Igen, de már nem mások előtt. Igen. De nem úgy, hogy tegeződjünk, hanem hogy nem ajánlaná föl. Hagy örüljön, hogy ő ajánlotta föl. Na, és akkor a végén még én mondanék valami. Van még kérdés? Akkor én befejezném, akarok adni ajándékot. Nem mindenki kap. Csak ahol megérdemlik. Mikor mondják nekem, hogy Ibolya, a te korodban hogy bírod ezt, hogy az egész országot járom. Mondom, ha látnátok, amikor így ülnek velem szembe, hogy a szemekből, ahogy süt felém a szeretet, az energia, hát ez elhordom a Gellért hegyet, gyerekek, ez akkora energiát ad. És az önök figyelmét szeretném most megköszönni, ez egy Márai Sándor mondás lesz, hogy a formákról mit mondott. A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, készfogás, véleményalkotás, kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.